Sokan kritizálták a bevezetés idején a Fidesz közmunka programját, ám az idő megmutatta, hogy a program nagyon jól működik. Lehet azt mondani, hogy sok elszigetelt Nógrád, vagy Békés, Szabolcs, vagy Borsod megyei településen valóságosan az éhhaláltól menekültek meg azok, akik közmunkát kaptak. A programra fordított pénz azonban évről évre kevesebb, és ha a tendencia folytatódik, sok ember megélhetése kerül veszélybe. Jövőre fele annyi pénz sem jut a közmunka programra, mint tavaly, tehát 2016-ban. A közfoglalkoztatás elsődleges feladata az álláskeresők foglalkoztatásának elősegítése, a munkaképes lakosság munkához juttatása, az értékteremtő közfoglalkoztatás intézményes kereteinek megteremtése. Igen, tehát itt van a tájékoztató arról, hogy 2020-ban 140 milliárd forint lesz a közmunkaprogramra, és 100 ezer fővel terveznek. Ha ez az egy lehetőség megszűnik, akkor ezek az emberek veszélybe kerülnek, ez tuti. Nem mindenki tudja felvállalni annak a szerepét, hogy ilyen magas létszámban foglalkoztassanak közmunkásokat, közfoglalkoztatottak, rengeteg munkát igényel. Mi lenne önökkel közmunka nélkül? Sokkal nehezebb lenne. Tehát imerem jelenteni, hogy sokkal nehezebb lenne. Azt szoktam mondani, mikor bejönnek, hogy a nullánál több. Tehát arra, hogy ebből jó megéljen, ez nagyon kevés, de az éhhalált talán el lehet kerülni vele. Talán. Még 2016-ban 340 milliárd forintot különítettek el a költségvetésben a közmunkaprogramra, 2017-ben pedig 320 milliárd forintot, tavaly már csak 225 milliárdot, idén pedig mindössze 180 milliárd forintot. Csak nem megfeleződött a programra szánt összeg, és jövőre tovább csökken a keret. Ez azt jelenti, hogy amíg három évvel ezelőtt 200 ezer ember tudott elhelyezkedni valamelyik közmunkaprogramban, addig 2020-ban már csak 100 ezer emberrel tervez a kormány, így emberek tízezrei veszíthetik el az egyetlen megélhetési forrásukat. Vagyis megélhetési forrásnak inkább nem nevezném azt az 53 ezer forintot, amit keresnek. Ez az 53 ezer forint ugyanis maximum arra elég, hogy ne halljanak éhen azok, akik olyan falvakban laknak, ahol sem kitörési lehetőség nincs, sem pedig motiváció arra, hogy kitörjenek. Váradi János gépjárművezetőként dolgozik Kömlőn közmunkásként. 54 éves és havi 53 ezer forintot visz haza. Pacó Péterné pedig takarít, szintén közmunkásként. 55 éves és 53 ezer forintot keres. Ó, ez nagyon nagy segítség. Ez nagyon nagy, már olyan idősnek, mint én is, hogy 55 éves vagyok, nem nagyon van munka lehetőség. És akkor ez nekünk nagyon jó, már nagyon nagy segítség. Úgyhogy párom az nem itt dolgozik, a maszek munkákat végez, úgyhogy én nekem meg úgyhogy nem tudok elmenni vidékre. Nekem már itt ebben a programban nagyon jó érzem magam. 54 ezer forint, amit kapunk, ennyi az egész. Uh-huh. Ez mire elég volt, hogy egyébként? Hát mondjuk a számlafizetésre, pótlásnak nagyon jó, meg még marad is 1-2 ezer forint, amivel a kajába be tudok szállni. Nem tudok mit mondani, óriási segítség, mert az az igazság, hogy mi minden egyes várostól nagyon messze vagyunk, és így el tudunk helyezkedni. Nem nagy pénz, amit kapunk, de becsületesen megdolgozunk, így óriási segítség, mert ugye kibírunk vele tartani egyik hónapról a másikra. Nincs más lehetőségük, de örülnek, hogy legalább ennyi van. Az eredeti célügye az lett volna a közmunkaprogrammal, hogy a közfoglalkoztatottak sikeresen vissza, illetve bekerüljenek az elsődleges munkaerőpiacra. Ez az elképzelés néhol összejött, hiszen a fiatal férfi munkaerőt beszippantotta az építőipar. De azok az 50 fölötti nők és férfiak, akiknek nincs szakma a kezükben, és belátható távolságon belül nincs is munkahely, ők beragadtak a közmunkába. Kérdések vannak itt nálam, jó?
Ő Túró Tamás, Kömlő fideszes polgármestere. Szerinte a közmunkaprogram működött, és az emberek többségének sikerült is munkát találni. Ez a közmunkaudvar, itt hátul azok az épületrészek, itt van a raktár, és ide jönnek minden reggelbe a munkavállalók. A településen pár éve még 370 közfoglalkoztatott volt, idén már csak 170 fő. Oké, a felének sikerült. De mi lesz ezzel a 170 fővel, ha közmunka se lesz? Hiszen ők azok, akiknek esélyük sincs arra, hogy normális munkát kapjanak. Az önkormányzatokat is közmunkásokkal töltik fel, hiszen nyilván jobban megéri 53 ezer forintot fizetni az adminisztrációs és egyéb feladatokért, mint ha rendesen alkalmaznák őket tripla annyi bérért. A közmunka leépítésével tehát az önkormányzatok működése is veszélybe kerülhet, hiszen piacképes bérért nem tudják felvenni az embereket. Arra már forrása nincs az önkormányzatnak, hogy bővítse a konyha létszámát, bővítse a különböző szociális szolgáltatásnál lévő létszámot, hanem ezt megoldja a közmunkásokból. Mi Győrteleken fokozatosan egyre kevesebb közmunkás foglalkoztatunk. Már Győrteleken vagyunk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ahol a település független polgármesterével Halmi Józseffel beszélgetek. Itt már évekkel ezelőtt rájöttek, hogy a közmunkaprogram valószínűleg nem tart majd örökké, így nem szerették volna azzal hitegetni az itt élőket, hogy ez az 53 ezer forint, amit a közmunkáért cserébe kapnak, majd mindig lesz. Ezért soha nem is alkalmaztak 100 embernél többet. De itt vannak a jelentkezők. Aki közmunkára jelentkezik, ennek 98%-a hölgy, aki férfi, az 25 év alatti, és a garancia program miatt nehézkesen tud bejönni a rendszerbe, de ide szeretne jönni, mert hogy nem akar képzésre menni. Folyamatosan jelentkeznek a közmunkára, de nincs több hely, hiszen annak nincs túl sok értelme, hogy egy árkot ássanak tizen. Márpedig rengeteg olyan ember van, aki hiába tudna elmenni dolgozni, inkább bevállalja a közmunkát, és azt mondja, neki ez így jó, nem kell több. Akik ma a közmunkába beszorultak, azok ma már nem fognak elmenni négy műszakba dolgozni, és azt mondja, hogy 53 ezer forintból helyben dolgozik, ami kevés, és még azt is meg lehet érteni, hogy nem olyan energiával dolgozik ezekbe a beosztásokba, vagy ebbe a munkába, mert hogy ez kevesebb a pénz, de helyben van, és a nullánál több, vagy a 22.800-nál több. Ezek az emberek egyáltalán nem motiváltak, már kisgyerekkoruk óta abban a szellemiségben nőnek fel, hogy nekik ennyi jutott, ennyi jár, nem képesek többre. Ha pedig ebben a szellemiségben nő fel valaki, akkor nyilvánvalóan elég nehéz átformálni az életről, illetve saját magáról, családjáról alkotott képet. És az sem nehéz kitalálni, hogy erre az átformálásra nem a közmunka a legmegfelelőbb módszer. Bemegyünk akkor? Bemegyünk. Ja. Ön most benne van a közmunka programban? Nem, már egy éve nem. Ön szeretne a közmunkaprogramban részt venni, csak most nem tud, ugye? Igen. Bezárjam? Bebe. Tessék jönni. Juhász Erzsébet 30 éves, édesanyjával, kisfiával, testvérével, annak gyerekével, illetve az élettársával él együtt ebben a kis házban. Hát azt sok látom, hogy a falak azok elég brutálisan néznek hát ki. Hát ezt most mindent át kell alakítani. Még ez az egy rész van. Fürdőszoba van? Nincs. A konzervgyárban dolgozott egy ideig, de aztán onnan elküldték. Előtte közmunkásként dolgozott, most arra sincs lehetősége, mert betelt a létszám. Miből él most akkor? Hát csak egy munkanélküli. 22.800. Nem tud elmenni dolgozni? Sehova. 8 osztályom sincs meg. Most teszem lefele. Ilyen esti iskolába. Sehol nem lehet elmenni. A kisfűr a 13.700 családi, hát az kevés neki. Ezek az átlátszó.hu felvételei még a 2014-es választások előtt készültek. Ezeken a felvételeken azt láthatják, hogy hogyan próbálták meg befolyásolni a közmunkásokat. Ha nem adta valaki a szavazatát, vagy ha nem oda próbál arra az oldalra terelődni, nincs 30 nap. Nem áll neki módjában engem alkalmazni, amivel én őt az elmúlt 4 évi ciklusban nem húztam be. Az asztal mellett ül a delegátjuk, az övék, és akkor oda viszik a szavazólapot, és előttük töltik ki.
A választások előtt a közmunka nyomásgyakorlás eszköze is lehetett, hiszen ahogyan az előző felvételeken is láthatták, aki rossz helyre szavazott, az az állását is kockáztathatta. Illetve úgy kellett leadniuk a voksukat, hogy mellettük állt a polgármestert jelölő szervezet, vagy pedig a kisebbségi önkormányzat delegáltja. Úgy látszik, hogy ez mostanra már nem olyan fontos azoknak, akik ezt létrehozták. A Heti Naplóban Török Réka riportját látták. További probléma amúgy, hogy évről évre emelkedik a közmunkások átlag életkora, és egyre több közülük a női munkás. 2016-ban, tehát amikor a program indult, nem tavaly, tehát amikor indult a program, még csak a közfoglalkoztatottak 29%-a volt 50 év feletti, és ennek a fele volt nő. Idén már közel 40%-uk 50 év feletti, és majdnem 60%-uk nő. Nekik a közmunka a kis falvakban valóban az egyedüli megoldás, hogy ne halljanak éhen.